Köszöntöm nézőinket, jó napot kívánok! Februári adásunkban megismerkedünk egy csodálatos természeti képződménnyel, a Tarjánka-völgyi szurdokkal, amelyet a helyiek csak kanyonnak neveznek. Túravezetőink szerint lélegzetelállító látványban lesz részünk, és ha ez igaz, akkor önöknek is. Ezek után megismerkedünk néhány vár romjával, melyet elődeink építettek a Mátrában. Állandó rovataink sem maradnak el, lesz gyöngyszem és tüske is. Túrázzanak velünk! A Domoszló határában húzódó Tarjánka-völgyi szurdokot a helyiek csak kanyonnak nevezik. A ma már tájvédelmi körzetté nyilvánított terület különösen télen egyedülálló és lélegzetelállító látványt nyújt. Hogy feltérképezhessük ezt a páratlan természeti látványosságot, két segítő társunk is akadt, Gyurkó Péter és Tóth Zoltán természetbarátok, akik a titokzatos kanyont jól ismerik és tisztelik is. A Mátra, mint az északi középhegység része, Európa legnagyobb fiatal vulkáni övezetéhez tartozik. Kialakulása a földtörténeti új időre, 13-19 millió évvel ezelőttre tehető. A Tarjánka-völgyi szurdok a földtörténetének harmad időszakában, a miocénben keletkezett. Ekkortájt hatalmas vulkáni tevékenységek és mindemellett földrengések alakították ki a Mátra nagy részét, ezt a völgyet is. A lényege az, hogy egyes hegyek lesüllyedtek, míg mások kiemelkedtek. A falakon lehet látni, hogy a vulkánból kiömlő forró láva, illetve lapilli alkotja ezt a kőzetet. Egy földrajzi agglomerátumot képezve. A középső miocén folyamán réteg vulkáni működés során a riolit tufa szórással kezdődő kitörés sorozatot követően úgynevezett piroxén andezit láva, riolit láva ömlés következett be, majd a folyamatot újabb riolit tufa szórás zárta. A miocén vulkáni képződmények kéregszerkezeti mozgások következtében feldarabolódtak, ezért a hegységre a töréses formák a jellemzők. A természet ereje által kialakult képződményeket az emberek bizonyos képzetekkel társítják. Elérkeztünk útunknak egyik leglényegesebb pontjához, melyet a turisták is keresnek, illetve kedvelnek, az úgynevezett szemeskőhöz, mely itt látható. A lényege annyi, hogy a külső andezit réteg, amely itt látható, leválik, fokozatosan az erózió, a szél, jég és hőmérséklet ingás hatására leválik, illetve a külső, illetve a belső keményebb mag pedig megmarad, mely így egy szemet alkotva az emberek képzeletében, mint az aktaliki csepkőbarlangban is például, ez egy képzetet alkot, mintha egy szemet ábrázolna messziről nézve. A kőzet hasznosítása céljából itt az 1960-as években kőbányát nyitottak, többek között a kiskörei vízlépcső építéséhez szükséges követ is itt termelték ki. A kőbányában a 70-es évek óta már nem folyik termelés. Egykor út vezetett idáig, de az árvíz 1999-ben ezt hidastól elmosta. Szemtanúk szerint a lezúduló víz az épület tetejénél csapott át. A Tarjánka szurdokot a patak vízének ereje alakította ki. A korábbi turista irodalom említés sem tesz erről a csodálatos természeti szépségű helyről. Út nem vezet hozzá, csak egy keskeny gyalogösvény, amelyet a kőbánya bezárása óta jártak ki az ide látogatók. Évtizedekkel ezelőtt a turisták nagy részét a vulkanikus kőzetek, ásványok és a növényritkaságok vonzották. A csákányos turizmus felszámolása és a különleges növényvilág védelme érdekében a Bükki Nemzeti Park ezt a területet megvásárolta, védetté nyilvánította és lezárta. A természetvédelem fő motivációja az volt, hogy megakadályozzák a kőbánya újbóli megnyitását. Ugyanis tudomásukra jutott, hogy az M3-as autópálya építéséhez innen akarták szállítani a követ. A tájvédelmi körzetté nyilvánítással elkerülték az újabb bányanyitást. A Tarjánka szurdok a Mátrai Tájvédelmi Körzet részét képezi,
A tájvédelmi körzet az 1985-ben lett védetté nyilvánítva, 12 ezer hektár nagysággal, 12 község határába. Mind a keleti, Mátra keleti, mind az északi része egy tömböt képez, valamint van egy különálló része, egy különálló szakasza, Mátra Szent István, Mátra Szent László térségében az úgynevezett Csörkővölgyi központtal. A tájvédelmi körzet az áll védett, fokozottan védett és erdőrezervátum területekből. Innentől kezdve, hogy kategóriáról beszélünk, az is kitűnik, hogy ezek különböző látogatottsági szintet képeznek. Attól függően, hogy ott milyen természeti érték található. A védett területek szabadon látogathatóak, a fokozottan védett és erdőrezervátum területe gyakorlatilag nem látogatható, kivételt képeznek az ott lévő turista utak, tehát úgy tudnák fogalmazni, hogy engedéllyel látogatható, kivéve a turista utakról letérni nem lehet. Na most ez hogy néz ki? Gyakorlatilag a tájvédelmi körzet természetvédelmi őrszolgálat tagjai ezeket a fokozottan védett területeket rendszeresen ellenőrzik. Ezek általában ki vannak táblázva. Sajnos hozzá kell tennem, hogy a tábláinkat rendszeresen megrongálják, illetve eltávolítják. A tájvédelmi körzet védett területének a tulajdon és kezelői joga teljesen változó. Természetesen vannak állami tulajdonú területek, magántulajdonú területek, és most már az állami tulajdonú területeket az Egererdő Erdészeti Részvénytársaság, vagy pedig a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság maga kezeli. A Domoszló község határában lévő Tarjánka völgy például a Nemzeti Park tulajdonában van, ami után vásárlás után jutottunk hozzá a felszámolt termelőszövetkezettől, és ez azt is jelenti, hogy hosszú távon biztosítva van az, hogy a Tarjánka völgy, mint fokozottan védett terület, a természetvédelem számára megőrizhető legyen ilyen körülmények között és ebbe az állapotában. Ott semmiféle fejlesztés nem tervezünk. A kőbányát és a hozzávezető utat majd rekultiválni kívánjuk úgy, hogy a nagyközönség számára úgy legyen bemutatható, hogy a természeti értékek ne károsodjanak. Fokozottan védett területekről azt kell tudni, hogy ezek növénytani, állattani szempontból valamilyen különlegességet képeznek. Vagy geológiai értékük olyan jellegű, mint például itt a Tarjánka szurdoknak, ugye a geológiai értéke az a olyan jellegű, ami miatt ez fokozottan védett, valamint az ott ehhez kapcsolódó növény és állatvilág miatt fokozottan védett. Gyertem! A jégcsapval ölni lehet, nézd meg, olyan éles. Péter, nagyon gazdag a kanyon növényvilága, számtalan mohát, páfrányt és borostyánt láttunk eddig utunk során. Igen, a további érdekessége a kanyonnak az itt és csak itt kialakult növényvilág. Egyedülálló atmoszférája van, illetve klímája van ennek a helynek, mely megmutatkozik a növényeken is. Itt látható mögöttünk lévő falon a több méter hosszú borostyánok, valamint páfrányok sokasága, illetve mohák, és itt megemlítenék egy mohafajt, melyet egy hölgy írt a disszertációjában, és eddig be nem jegyzett mohafajt fedezett fel itt. Mi pedig lójuk a mederben a métereket, túravezetőink óva intenek minden lépésnél. Már legalább fél kilométert tettünk meg, öles jégcsapokba kapaszkodva, köveken egyensúlyozva, jégtáblákon topogva. A jég olykor másfél méter mély vízmosásokat rejt előlünk, így minden lépés újabb élmény. Egyre jobban szűkül a szurdok, és a sziklafalak egyre magasabbak. Az embert némi szorongás tölti el a 15 méter magas meredélyek között. De hajt bennünket a kíváncsiság. És megérkeztünk a vízeséshez. Megérkeztünk a kanyon torkába, ahogy önök is láthatják, a falak karnyújtásnyira vannak tőlünk. És valóban a látvány lélegzet elállító, de egyben nyomasztó is. Ez itt már nagyon mély. Én már nem bírok lenyúlni. Ezt látni páratlan élmény.
Ha a látványtól kedvet kaptak nekivágni, még ne tegyék. Némi jártasság hiányában nem kis balesetveszély leselkedik azokra, akik helyismeret nélkül vágnak neki az útnak. És persze, mint fokozottan védett területre, szigorú szabályok vonatkoznak. Azonban a természetvédelmi szakemberek nem akarják teljes egészében elrejteni a világ elől ezt a völgyet, csak szabályozni szeretnék és biztonságossá tenni az élményszerzést. A természetvédőkkel karöltve Gyurkó Béla, Domoszló polgármestere is azt szeretné, ha szervezett formában érkeznének ide a túrázók, akiket szakavatott emberek kalauzolnának. Ez a szurdok évszázadok óta itt van, ha nem is ilyen formában, másmilyen formában, mert a természet folyamatosan alakítja, változtatja, de mindenféleképpen olyan látnivaló, amelyet én úgy gondolom, hogy érdemes mindenki számára láthatóvá tenni, mert hogy olyan értékek vannak ebben a kanyonban, mind a élővilág, mind a növényvilág vonatkozásában, és természetesen magában, abban a környezetben elhelyezve, amely olyan értékeket őriz, amire érdemes odafigyelni mindenkinek. Annak is, aki szereti a természetet, és annak is, aki csak egyáltalán látnivalók után jön el erre a vidékre. Gyerekkorában ez tabu téma volt. Miért? Nekem azt mondták az itt élő emberek, többek között a szüleim is, hogy oda nem érdemes menni, sőt nem szabad menni, mert annyira veszélyes helyről van szó, hogy ott mindenféle problémák keletkezhetnek az emberrel. Lezuhanhat egy szikláról, jöhet egy hirtelen áradás, és akkor elsodorja a víz, és egyéb más ilyen dolgokkal indokolták azt, hogy ne járjanak arra. A gombázó emberek is elkerülték ezt a területet, mert ott nem termett meg a gomba, csak a napsütötte hegyoldalakon. Azonban szervezetten csoportok látogathatják ezt a szurdokat. Jövőbeni terveik között mi minden szerepel ezzel kapcsolatban? Igen, szeretnénk azt elérni, hogy olyan kísérők segítségével látható legyen ez a természeti szépség. Aki el akar jönni és elkívánja mondani másoknak is, az megnézhesse, hogy miről is szól a Tarjánka völgyi szurdok, hiszen Domoszló határában, mint mondottam, olyan helyen található ez, amit végül is elég könnyen meg lehet közelíteni, akár szervezett turistabuszokkal, akár csak magánlátogatások alkalmával. Mi, a községi önkormányzat képviselőtestülete és a természetet kedvelők is szeretnénk azt elérni, hogy, mint az előbb is említettem, szervezetten, kontrollálható körülmények között lehessen oda csoportoknak ellátogatni. Gondolkozunk rajta, hogy lehetőségünk van úgynevezett polgári természetvédelmi őrszolgálat beállítására, illetve kiképzésére, ami a jelenleg 4 fős tájvédelmi körzet gárdáját, úgy mondom, vagy szolgálati személyzetét kibővíteni, és ezekkel segítő szándékkal a polgári természetvédelmi őrökkel közösen ezeket a területeket fokozottan ellenőriznék, illetve a látogatást gyakorlatilag megszabott keretek között működtethetnék. A szervezett túra vezetés célja, hogy a néhány fős csoportok biztonsággal csodálhassák a lélegzett elállítóan szép természet alkotta völgyet. A Mátrában már a nagyon korai időktől építettek várakat. A hegység déli lejtőjén található őskori várak maradványai erről árulkodnak. A mátrai várépítkezések zömmel jóval a tatárjárás után kezdődtek meg, mivel a Mátravidék települései elnéptelenedtek, részben kihaltak. És vannak középkori várak, tehát amit az Árpád korban építettek. Ebből is azt hiszem többet ismerünk. Itt a Benevár, ami talán mindenki számára egy közismert kirándulóhely is. Milyen szerepük volt ezeknek a váraknak itt a középkorban? Hát elsősorban védelmi szerepük volt. A támadásokkal szemben ugye ide húzódtak be
az ellenség elől a lakosok, illetve már a középkori váraknál, tehát hogyha itt most megint a Benevárra gondolunk, a középkori váraknál már laktak is itt a falak között, hiszen palotáról tudunk, tornyokról tudunk, palotákról tudunk, ciszternákról tudunk, kapukról, illetve a feltárások során olyan eszközök kerültek elő, amelyek arra utalnak, hogy itt mindennapi élet folyt a falak között. Jó kis túrára vállalkoznak azok, akik a Benevár romjait szeretnék megtalálni itt a Mátrában, de mi már itt vagyunk. A Benevár Mátrafüred központjától északra egy széles menedékesen a lejtő két oldalán patakvölggyel határolt 471 méter tengerszint feletti magasságú, észak-déli irányú gerincén épült, magassága a településhez képest 130 méter. Várálott most kőhalom. A 13. században az Aba nemzetségbeli csobánkáké volt a Benevár. Az 1400-as években már romos volt, de napjainkban is még nagyon sok turista zarándokol el ide a Benevár várfalaihoz. Tehát a Benevárat mai tudásunk szerint Csobánka János építette 13. század második felében, és ő, mint a király kedvelt híve, elég nagy vagyonnal rendelkezett, tehát megtehette azt, hogy olyan várat épít magának, amely egyben uradalmi központul is szolgált. A trapéz alaprajzú belső területet teljesen körülveszi egy körülbelül 12 méter széles, helyenként 4 méter mély várárok. A vár neve alapján talán tényleg Benének hívhatták a család valamely tekintélyes ősét, akinek személyéről írásos forrás nem áll rendelkezésre. A vidék legjobban kiépített erőssége volt a 45 méterszer 50 méteres terület, melyet kőfallal és árokkal, sáncokkal vettek körbe. A felszín emelkedései is jelzik a palota helyét. Négy fából készült tornya messzire ellátszott, mutatván, kik is az urak a Mátra alján. A belső terület közepén sejthető az egykori ciszterna helye. A várat az 1301. évi oklevélből ismerjük meg. Ekkor az Aba nemzetségbeli csobánka ág három tagja, Dávid, László és Sámuel felosztották egymás között. A csobánka testvérek Károly Róbert királysága alatt Csák Máté mellé álltak, de az uralkodóval szemben elvesztették a Kassa melletti rozgonyi csatát. Ezért 1327-ben a király elvette birtokaikat, és kegyvesztettekké váltak. A várat Széchenyi Tamásnak adományozta. Az élet a várban csak a 15. század derekán szűnt meg, feltehetően valamilyen ostrom nyomán. Erre utal a felszín közelében nagy számban lent számszeri nyílhegy is. A Benevár a 20. század végéig egyre pusztult. Az 1980-as években feltárták, falait állagmegóvásban részesítették. Ma szabadon látogatható. A Benevár után a solymosi óvárat hódítjuk meg. A Benevár romjai után kevésbé látványos ez a történelmi hely, ahol már csak ez a mély földsánc utal a több mint 1000 éves solymosi óvár maradványaira. Három oldalról meredek lejtőkkel határolt, a közeli üvöltőbérchez keskeny gerinccel csatlakozó hegytetőn található az óvár helye. A patak és a völgyben kanyargó út fölé 60 méterrel magasodik. A vár belső területe 45 méter hosszú, 12 méter széles, formája a hegytetőhöz alkalmazkodik.
Egy 3 méter mély, 15 méter széles várárok övezi, de csak a támadható nyugati oldalon. Az árok ásása során kitermelt földet részben a külső oldalra dobták. A kikerült földmennyiség egy része a hegy északi lejtőjén ma is megfigyelhető egy kupacban. Nem terítették szét egyenletesen, úgy tűnik, mintha félbehagyták volna a munkát. A várat oklevelek nem említik. A Sajmosi Óvár romjai után a Nyesetvár romjai felé vesszük utunkat, ahol hasonló látványban lesz részünk, mint az imént. Magyarország mai területének egyik legmagasabban fekvő középkori várhelye a 812 méter tengerszint feletti magasságú hegyen található Nyesetvár. A Gajatető egyik déli nyúlványán, Gyöngyös-Solymos határának legészagibb részén fekszik. A vár maradványai egy észak-délirányú gerincből kúposan kiemelkedő magaslaton helyezkednek el, melynek a környező völgyekhez viszonyított magassága körülbelül 200 méter. A vár belső területének alakja, hétköznapi hasonlattal élve, leginkább egy babszemhez hasonlítható, amelynek hosszanti domború oldala a keleti oldalon található. A védett terület hossza 41 méter, szélessége 36 méter. Ezt egy 8 méter széles, sziklába vágott árok veszi körül. A nyugati árokszakasz mellett jól megfigyelhető az egykori felvezető út nyomvonala. A várkapuja minden bizonnyal a délnyugati részen helyezkedett el. Az árok létesítése során fejtett köveket nagyrészt a külső oldalon helyezték el. A vár nagyjából vízszintes belső területén a felszínen látható kötőanyag nélküli kövek elhelyezkedéséből, melyek talán egy talpas borona épület alapozásához tartoztak. 25 méter hosszú, háromosztagú építmény sejthető. A várat írott forrásadatok nem említik. A várakat felkeresni nem csak kellemes túra, hanem egy olyan történelmi séta, melynek során megpróbáljuk magunk elé idézni azt a kort, melyben őseink éltek. A Mátra hazánk egyik legszebb vulkanikus képződménye. Kialakulása több fázisban, hosszú szünetekkel sok millió éven át tartott. Az első fázis még a harmadidőszak elejéhez kötődik, a tevékenység maradványai a hegység északi peremén találhatók. A Mátra fő tömege a második fázisban, a miocén időszakban jött létre. 2000-2500 méter magas tűzhányó lehetett akkor a mai Kékes helyén. A hegység ma is látható jellegzetes csúcsai, a harmadik fázisban lezajló vulkáni utóműködés nyomai. A domborzat jelenlegi alakjának elnyerésében meghatározóak voltak a szerkezeti mozgások, a völgyképződés, valamint a kialakulás óta folyamatosan tartó pusztulás. Különösen erős volt a jégkorszak felszínformáló tevékenysége. A víz, az időjárás szélsőségei lassan, de biztos munkát végeznek. Mindezek szép példáit láthatjuk a csatorna völgyben. A Kékes gerincről hosszan elnyúló völgy meredek peremmel törik le a mélybe. Hatalmas andezit tömbök állnak itt méltóság teljesen. Leszakadt sziklák, kőfolyamok mutatják a természet ősi erejét. És itt van a Jugókő. Akár a teremtés emlékoszlopa is lehetne, vagy talán a pusztulásé. Napjainkban csendesen meghúzódik a bükkfák között, helyét még a térképek sem jelzik.
Nem úgy a század előn, amikor a környező erdő letermelésével jól láthatóvá vált a szép szikla alakzat, mintha csak a természet ősi játéka lenne. És hogy hol található? A csatornavölgy mélyén húzódó kék háromszög turistaút és az erdőgazdasági főfeltáróút találkozásánál. A mátrai emberek a hegyi patakok vizét évszázadok óta hasznosították. Vízimalmok és posztóverő úgynevezett kallómalmok működtek. E tevékenység emlékét őrzi Mátrafürednél a Kallóvölgy név. 1991-ben a Kékes-Benevár turistaút mellett Molnár Gusztáv családjával felépítette egy kallómalom hiteles mását. A malom évekig volt turisztikai látványosság, számos rendezvénynek adott otthont az árnyas hűspatak partján. Teltek az évek, a saját erőből épített malom működtetésére nem volt anyagi fedezete az alkotónak. 1998-ban baráti segítséggel felújították, de a 99-es árvíz elvitte. Ezután toldozgatták, foldozgatták, de ősszel és télen az enyészeten kívül a vandálok is pusztították. 2003 őszén az építő elbontotta a malmot, hogy megmentse a teljes pusztulástól. A malom most hazát cserél. Jövőre Bajorországban építik fel. Az egykoron szebb napokat látott mátrafüredi kallómalom tehát újra élni fog, csak nem nálunk. Itt hűlt helye marad emlékként. Kedves nézőink, remélem márciusban is velünk barangolnak a Mátra erdeiben. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!